Az akció hajnali 3 órakor kezdődött, és a szerb belügyminisztérium szinte valamennyi különleges egysége részt vesz benne. Így a csendőrség mellett például a speciális antiterrorista egységet is bevetették, a műveletet pedig 2 helikopterből felügyelték és irányították. A Vajdaság RTV-nek az akciót koordináló egyik rendőrtiszt, Ivica Ivković, a Szerbia Belügyminisztérium ezredese azt nyilatkozta, hogy a közel 7000 hektárnyi erdős területet több mint 800 rendőrrel fésülik át. Ivković hozzátette, már a délelőtt folyamán több mint 200 migráns találtak, továbbá 8 automata puskát, egy karabét, 2 pisztolyt, nagyobb mennyiségű lőszert és rádiós adóvevő készülékeket, amelyekkel a migránsok vagy az embercsempészek egymás között kommunikáltak. A rendőrtiszt becslése szerint a megtalált migránsok száma még emelkedhet, mivel az akciónak nincs vége.